Szeretettel köszöntlek, Laci. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást a többiek nevében is, és nem csak az ő nevükben, mert tudni kell, hogy nagyon sokan mindig YouTube-ról nézik vissza. Tényleg? Látták a filmet, aha, és nagyon sokan azért jönnek el kényelemből, mert tudják, hogy úgyis megnézhetik, majd meghallgathatják a beszélgetést. Szokatlan módon azzal kezdem, hogy hát talán nem titok, hogy mi ketten együtt dolgoztunk sokakkal ezen a filmen, és én általában megszoktam nézni vetítés előtt a filmet, de most nem tettem ezt, és nagyon-nagyon hosszú évek óta nem láttam, és tulajdonképpen ugyanúgy végig izgultam a filmet, mint egy-egy premiéren szoktuk. Nagyon-nagyon furcsa volt, és hadd kérdezzem meg, mert kíváncsi vagyok, és szerintem te is, hogy... Igen. Azért jó régen készült ez a film, hogy mit éreztetek, milyen volt ez, de tényleg őszintén, és arra kérlek benneteket, majd a későbbiekben is, hogy nyugodtan kérdezzetek, dumáljatok, de a mikrofon járjon körbe, jó? Van egy mikrofonunk. Jaj, most annak megteszed, hogy segítesz, mert most a Dávid a fotós, és nem tud két funkcióba lenni. Köszönöm szépen. Hogy tetszett nektek a film? Nem kell elemzést adni, csak egyszerűen kíváncsi vagyok, azt jólesően éreztük szerintem mindannyian, hogy nevettetek, de kíváncsi vagyok, hogy mit éreztetek. Sőt, én először azt kérdezném, arra vagyok kíváncsi, hogy látta-e valaki ezt a filmet már korábban. Szóval senki, mindenkinek az első benyomás. Valaki bevállalja a véleményét? Vagy ugorjunk? Nagyon tetszett szerintem. Tetszett? Persze. Aha. Jó, mikrofon. Nagyon tetszett mindenkinek szerintem. Aha, jól van. Itt félfüllel hallottam kedves kolléginától, hogy a végével nincs megelégedve, de ezt, bár zenéről lesz szó, ezt azért zárójelbe hozzá kell tenni, hogy a végével nagyon sokat küzdöttünk. Nem tudom, te emlékszel, hogy a végével milyen... Nem? Már nem. Én majdnem minden probléma nekem előjött, vágási probléma, de most nem rólam van szó, úgyhogy beszéljünk a zenéről. Először is miért ezt a filmet választottad? Hát egyrészt azért, mert a Sose hallunk meg már volt, meg nem is tudom, ott kilőttünk egy pár filmet, ahogy beszéltünk telefonon. És én ezt nagyon szeretem, ezt a filmet. Uh-huh. Tehát nyilván zeneszerzői szempontból nem a legfontosabb filmem, mert hogy nagyon hagyományos a zenei, sőt, most már van egy-két jelent, ahol nem is tettem volna uh-huh. zenét, ahol van. Majd azt mondd meg, hogy hova. De szóval ez egy jó, én ezt egy jó filmnek tartom, és nagyon szeretem. Nem feltétlenül, hogy mondjam, kell egy filmnek minden szempontból, szakmailag és egyéb szempontból megfelelni ahhoz, hogy az ember szeresse, hogy közel álljon hozzá. Én szerintem ez egy elég jó forgatókönyv, elég jó dialógusokkal, jó színészi játékkal, és ugyan közel se lett akkora sikere, mint a Robi előző filmjének, a Sose hallunk megnek, ami egyben az első filmje is volt. Hát abszolút Hájó Kovácsként látott neki, magyarul fogalma sem volt a filmforgatásról, vagy legalábbis nem sok, annyi, amennyiben ő részt vett színészként forgatásokon, de hát mivel sose foglalkozott rendezéssel semmilyen módon, azt hiszem, akkor még színházba se rendezett egyáltalán. Nem nagyon. Tehát az mégis eldurrant, ez pedig valószínűleg azért, mert ez egy azért lett marginálisabb ez a film, mert egyszerűen egy réteg, hogy mondjam, egy olyan helyszínen játszódik, hogy a színházon belül nagy részt, és olyan problémákat taglal, ami egyrészt, tehát máshonnan közelítem meg, hogy egyszerűbb, nem kell belemenni a részletekbe. Tehát magyarul a Sose hallunk meg egy olyan archetípust, helyesebben két olyan archetípust talált meg, ezt a válfaárust, ez a nagyszájú válfaárust, aki a 60-as évek elején, tehát nem sokkal 56 után vagyunk, ugye egy pár évvel, a maga
kisemberségével, a jéghátán is megélek mentalitással képviselt milliókat ebbe az országba. Ugye, hogy ha kell, lapítunk, ha kell, nagyokat mondunk, ügyeskedünk, nem tudom, minden szimpatikusan teszi, és kedvesen, és bájosan, nagy humorral. Tehát ezzel az emberek nagyon tudtak azonosulni, ezzel a pasival. Nem véletlen, hogy máig a Robit, ha meglátják az utcán, nagyon sokan legyuszi bácsisszák. Mert valahogy ez maradt meg nekik nagyon. Tehát vagy az illetékes eltárs, vagy a gyuszi bácsi. Aztán, hogy ez a Robinak mennyit ártott, az egy más kérdés. Ebben most nem menjünk bele, mert nem ez a téma. Minden esetre a... Most, bocsáss meg, csak én sem értem, hogy most az illetékesre, vagy a sose halunk megre gondolsz. Mind a kettő. Mind a kettő, de mind a kettő más igen. szempontból. Uh-huh. Mert most nem a Robiról van szó. A másik archetípus pedig ez a kis kamasz srác, ugye a unokaöccse a Gyuszi bácsinak, akit ő elvisz egy háromnapos kalandra, és a mama kedvencét ugye elviszi egy ilyen kirándulásra a saját világába, a saját a piac, a lóversenye, nem tudom mi. Ráadásul közben még a Nusika is megvan neki, tehát összeismerkedik és elveszti a szüzességét a srác. Magyarul elvisz egy ilyen mama kedvence kisrácot, és visszavisz egy férfit, idézőjel. Ez is egy nagyon fontos archetípus. Ugye, nincs az a fiatalember, kamasz, meg fiatalember, akit ez ne foglalkoztatna. Ugye ez egy micsoda izgalmas és dolog. Hát az élet egyik legfontosabb kérdése, hogy hogy viselkedek különböző szituációkban, hogy kikerülök otthonról, teljesen szabad leszek. Csak a nagyszájú Gyuszi bácsi, a linkóci Gyuszi bácsival ottan megélem ezeket a kalandokat, ráadásul még egy nővel is összejön a dolog, meg nem tudom micsoda. Tehát ez két nagyon fontos ilyen, nem tudom más mondani, archetípus. Tehát ebben látom a Sose halunk meg nagy sikerét. Most amellett, hogy jól sikerült a film. És én azt gondolom, hogy ez a film is jól sikerült, de mivel, hogy ez egy mint az előbb mondtam, réteg közegben játszódik, egy speciális közegben, és nem sikerült ugye megfogni úgy a dolgot, attól függetlenül, hogy ez a főhős itt is egy, hát egy szóval ezt mindnyájan megéltük már, vagy szóval nem egy ismeretlen, nagyon is ismerős dolog ez a nagyon érzékeny, gátlásos, tulajdonképpen rossz hivatást választott, miközben egy tehetséges pali volt. Mindenesetre ebben látom a különbséget a két film fogadtatásában, és nem tudom, de én nagyon szeretem. És mi több filmjét is nagyon szeretjük a Robinak, de valóban a Sose halunk megnek volt a legnagyobb sikere. Írta érdekes, hogy ahogy így beszélsz a filmekről, nem a zeneszerző kezd el beszélni, hanem a dramaturg, és erre külön ki akartam térni, hogy a Laciban az is elképesztő, hogy fantasztikus dramaturgiai érzéke van, annyira, hogy a Világszámban, ami az utolsó film, amit mi hárman együtt csináltunk, készítettünk, abban Laci dramaturg is volt, ott volt egyedül kinevezett dramaturg, de minden filmben iszonyú sokat segített. És mindegyiket végig gűrizte velünk, nem csak a zeneszerzőként, és a csak az nagyon idézőjelben természetesen. Hát nem egész egyszerűen könnyebb a tartalmi kérdésekről beszélni egy filmnél, vagy egyáltalán a megközelítésről, az elgondolásokról, a koncepcióról, vagy bármiről, mint a zenéről. Most a zenéről mit tudok, milyen hangnemben van a fő téma, vagy ehhez képest milyen hangnemben tettem át egy másik jelenet, vagy hogy van hangszerelve, vagy nem tudom, ezek olyan szakmai kérdések. És mint ahogy mondtam, ezek a filmek, ezek hát nem a filmnyelv megújítására törekedtek, hogy úgy mondjam, ezek szórakoztató filmeknek készültek, de azt gondolom, hogy az a fajta szórakoztató film, nyugodtan lehet Európában használjuk ugye ezeket a megkülönböztetéseket, hogy művészfilmnek is lehet nyugodtan nevezni őket, mind a kettőt.
Miközben, ugye, mint ahogy a Menzelt is egy nagy művésznek tartjuk, és minden filmjét művészfilmnek tartjuk, és minden filmje rendkívül szórakoztató. Tehát azt hiszem, a Menzel főbelőné magát, ha untatná a közönséget. Nála az egy fontos szempont. Tehát a úgynevezett köldöknéző, vagy műfaji, tehát nem akarom minősíteni, tehát műfaji megújítása törekvő filmek, vagy a filmnyelv megváltoztatására törekvő filmekhez képest, itt mivel ez egy hagyományos dramaturgia, és egy hagyományos film megközelítés minden szempontból, az operatőr szempontjából, a vágóéből, a zeneszerzőjéből, ezért tulajdonképpen, ha van kérdés, természetesen válaszolok, de tehát nincs semmi különös a zenei megközelítésben, vagy nem tudom, hogy micsoda. De azért mégis egy picit még a dramaturgiára, és aztán hogy? Beszéljünk a zenéről, hogy azért ebben nem értek egyet, lehet, hogy a zenei dramaturgiában nem, de azért az nagyon ritka, és én, hát azon kívül, hogy ez nem titok, hogy nagyon szeretjük a Robit, de én azt szeretem nagyon a Robiba, és ezt pedzettet te is, hogy igen, vígjátékot, vagy ha tetszik, művészfilmet csinál, de hogy mindegyikben ott van a dráma, és állandóan ez az egyensúlyozás, és én ezeket a filmeket szeretem általában, ami nem egysíkú, nem egyfajta, hanem játszik az érzelmekkel. Ezért is mondtam, hogy ez nem csak pusztán vígjáték, igen. És ez majdnem minden filmjére vonatkozik, nem mindegyikre, de majdnem mindegyikre, tehát kétségtelen, igen. Hát két filmjét leszámítva, azt hiszem, igen. Mindegyik filmjére, igen. Igen, de térjünk vissza egy picit, kezdjünk egy picit, beszéljünk a zenéről, hogy ha akarod általánosságban, de hogyha emlékszel erre konkrétan, akkor te hogy kezdesz el egy film zenéjét? Hogy kezd el élni benned a zene, vagy hogy születik meg? Azt tudom, hogy te is sokkal-sokkal korábban kapod meg a forgatókönyvet, mint ahogy elkezdődik a filmforgatás, és azt is tudom, és elnézést, hogy helyetted mondom el, te is el tudod mondani, hogy te is már a forgatókönyv írásba bekapcsolódsz, és mondod már akkor a véleményedet, mint egy jó dramaturg. Nyilván akkor már elkezd valami hangulat kialakulni, vagy mikor kezd megszületni valami? Ez erre nincs recept, tehát minden film és minden helyzet más. Mondjuk ennél a filmnél is, tehát majdnem minden filmnél vannak olyan zenei feladatok, amit előre meg kell csinálni, a filmforgatás előtt. Bármit tudna az ember róla, meg kell csinálni, mert az kell a forgatáshoz. Mondok egy példát, itt ebben a filmben van ez a bár jelenet, ugye, ahol a Hacsek és Sajót próbálják előadni szegény két fiatal színész, amit jellemző módon a Szamba Otto drámaként él meg, ugye, és tehát ugyanolyan drámaként, mint hogyha mondjuk a Sirályba bukott volna meg. Ennek a filmnek ez, nem tudom, hogy tudják-e, ez egy valóságos figura a Szamba Otto. Nem hiszem, hogy tudjátok, ez szerintem meséljük. Akkor elmeséltem röviden? Igen. Hát arról van szó, hogy ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, mert ez tulajdonképpen egy film, egy színház történeti film. És én azért is örülök, hogy ez megvan ez a film, mert azért nyilván az emlékezet rövid, és különösen minden újszülöttnek, hozzám képest maguk újszülöttek, minden vicc új. Nem tudom, gondolom hallottak a legendás Kaposvári Színházról. Nem a Kaposvári Színházról biztos hallottatok. Nem nagyon. Nem? Igen. Na jó, akkor arról van szó, hogy 68-ban végzett két színészosztály a színművészeti főiskolán, akkor még főiskola volt, és végzett legalább két rendezői osztály. Tehát négy osztály. Néhány nevet mondjunk ebben. Mondjuk igen. Asher. A rendezői osztályban nem. Az Asher egy másik generáció. Az későbbi? Persze. Aha, Babarczi. Hát 68-ban az Asher még egyetemre jár, mert ő a bölcsészről ment át rendező szakra. Nem is a Babarczi, mert ő is fiatal, a Zsán Béki. Aha, tényleg. Zsán Béki Marton László. Ezt nem is tudtam. Mindegy. Nem tudom, de ez a... És a tanárok,
a színész osztályban, ahova Robi is járt, a Koltai Robi, aki szintén 68-ban végzett, a Pártos Géza volt. A Jordán Tamás. Aki ott a Jordán játszik. A Pártos Géza egy kicsi ember volt, egy legendás, de olyanok, például a másik, az egyik rendező osztályt a Nádasdi Kálmán vezette. A másik rendező, most nem jut eszembe, az is egy legendás név. Ezek nagyon nagy nevek. A Nádasdi az volt az opera igazgatója is, vagy operaház, mert borzalmas művet volt zeneileg, és zongorázott partitúrákat, ez egészen különleges ember volt. A Pártos is egy egészen különleges ember volt. Erről színész generációk tudnának mesélni. Aztán kiment, diszidált, akkor még ugye diszidáltak az emberek, ha el akarták hagyni az országot, ami azt jelentette, hogy egy jó darabig nem is jöhetett vissza. És ugyanebbe az osztályba járt a Molnár Piroska, aki játszik a filmben, őt biztos ismerik, mert ő most is nagyon aktív Lukács színész, ugye, és színész. Igen. Lukács Andor nem végzett főiskolát, ja, igen. És a Pogány Judit sem végzett főiskolát. Nem végzett, igen. Viszont ők úgy mentek, ők bekopogtak a Zsámbékihoz. Így van, mert ő kaposvári igen. volt. És, de ami a lényeg, hogy a Szamba Otto, nem tudom miért ez lett a neve, valószínűleg, hogy vicces legyen, és ebben lehessen játszani. Zene. Lehessen rajta nevetni, meg nem tudom micsoda. Őneki az volt az eredeti neve, hogy Kis István, a Kis Pista. A Kis Pista, aki ugyanúgy a Robival végzett 68-ban, és tulajdonképpen így hárman vagy négyen lementek a Robi, Pogány Jutka az nem kellett lemenni, mert ott volt, Kaposvárot, de nem végzett főiskolát, hanem ilyen amatőrként jelentkezett. És a Kis Pista is ki volt a Robi, a Zsámbéki. Ez az érdekes. Zsámbéki, aki nem tudom, hogy ismerik-e, ő hát a Katona József Színháznak volt később az igazgatója. Minden idők egyik legnagyobb magyar színház csinálója a Zsámbéki Gábor. Él még egyébként. Érdemes a rendezéseit nézni, egy nagyon nagy elme és egy nagyon nagy művész. Tehát azt képzeljük el, hogy valóban, ahogy a filmben, lemennek Kaposvárra számüzetésbe. Mert se a Robi, se a Zsámbéki nem volt úgy értékelve. Azt gondolták, hogy se a Kis Pista. Azt gondolták, jó lesz nekik ez a végtelenül rossz, szar színház. Kaposvár 68-ban a Kaposvári Színház, az számüzet, az ott a Szibériába küldték volna őket. A legrosszabb színház volt Magyarországon. Hallani nem lehetett róla. Ripacsok árasztották el, tehát ilyen futottak még társulat volt, olyan figurák, mint amit a Lukács Andor játszik. Ez a Lidike, és mindig véres hurkát, vagy sem, nem tudom, micsoda. Ez elképesztő fazon. És játszották az operetteket. Az igazgató az körülbelül ilyen színvonalon át, mint amit a Kovács játszik. És a Zsámbékit pedig a Mácsai játsza. Alkatilag más volt a Mácsai, de amit a Görög Laci játszik, Kis Pistaként, tehát a főszereplő Görög Laci, az valóban a Kis Pistára hajaz. Tehát ez volt egy ilyen gátolt, izzadó kezű, állandóan önmarcangolta magát. Mindig az igazságra törekedett. A Robi imádta, Koltai, tényleg nagyon jó barátok voltak. És valóban fölőrölte őt a színházi munka, és kicsinálta. És valóban a Zsámbékit, mert ez azt kell tudni, hogy 68-tól 78-ig, 10 év alatt az ország egyik legizgalmasabb, legjobb színházát csinálta meg a Zsámbéki, ebből a szörnyűség. Annyira, bocsánat, hogy közbeszok, annyira, hogy ami nagyon ritka volt Magyarországon, a budapesti színészek jártak le kaposvári előadásokat. Hát meg egyetemisták. Meg egyetemisták. Tehát egyetemi buszok indultak le bemutatókra. Elképesztő. Én csak 86-tól kezdtem el ott dolgozni, ami akkor még mindig a toppon volt, tehát akkor az ország legjobb színháza volt már 80-as évek elejétől. Volt nekik, a Ács János rendezte legendás Mara előadása. Mara halála. Mara halála, ami
tényleg egy szenzációs előadás volt, és aztán... De Godóra várva, és nagyon, hát, no, hát nagyon most, sok... Persze, csak az külföldön díjakat is nyert, igen, meg nem tudom mit, tehát nem lehetett eltugni, az is a 70-es évek végén volt. Ha följöttek Pestre, még csak ennyit mondok, tehát van a híres Vígszínházi csata például, ilyen néven híresült el, fölhoztak egy előadást, talán az Állami Áruházat, vagy több, nem tudom. Olyan őrület volt, mert nem tudott a közönség nagy része bejutni, már nem volt jegy. És föltolult oda a lépcsőre, nem is tudom, több ezer ember, és rendőrség volt, és kordon volt, és balhé, és verekedés, meg nem tudom, mindez azért, hogy bejuthassanak a Kaposvári Színház előadására. Na most mondjunk egy példát arra, hogy ma egész mások miatt van rendőrkordon, nem tudom. Tehát most kultúráról beszélünk. Ennyire fontos volt, ennyire. Tehát, hogy az Asher Tamás fiatalon oda lement, mert fontos volt neki. A Gazdag Gyula, talán ismerik, rendező, csak már rég Los Angeles-ben tanít. Igen, a Gotár Péter, talán ismerik a nevét, szintén filmrendező, rendező. A Babarci. És akkor mondjunk egy pár színészt, a Molnár Piroska, a Császár, a Csákányi, bocsánat, Csákányi Eszter, Lukács, a Kulka, mindenki, aki nagy. A Bezerédi, a Básti Juli, a Máté Gábor, ugye, tehát tényleg sorolni lehetne a végtelenségig. Tehát, hogy mondjam, akit megcsapott a Kaposvár szellemi színész, például jellemző módon valóban így történt, 78-ban, ja igen, ott hagytam abban, szakítottam félbe saját magamat, hogy a Nemzetibe fölhívták, a Nemzeti Színház, akkori Nemzeti Színházba a Zsámbékit Molnár Piroskát főrendezőnek. Ja, igen. És ő magával vitte a Molnár Piroskát, a Koltai Robit, a Pogány Jutkát, és a nem tudom. Tehát valóban így történt, hogy a filmben, hogy a Kis Pista meg lemaradt. Mert ahogy a filmben mondja a Mácsai, mint Zsámbéki, hogy a te idegzet, gyenge idegzeteddel ezt nem bírnál. És így tovább. És ő akkor lett öngyilkos utána, 78-ban. Soha nem tudták megbocsátani maguknak. Igen. Na most... Ezek a színészek. Nem biztos, hogy csak pont ezért lett öngyilkos. Ugye hát már láttuk a filmben, hogy már az apja, szóval ez egy tönkretett srác volt. Az apja valóban Becsésen, nem Tiszabotján, hanem Becsésen, meg lehet nézni a Wikipédián, vagy nem tudom micsoda, Becsésen tényleg ez a figura volt. A becsési kulturális életnek a szervezője, a kihagyhatatlan figura, a meghatározó alakja. Tehát ez volt, a Szamba Otto az ez volt helyesebben a Kis Pista apja, akit szintén Kis Pistának hívtak. Ugye? És akkor tehát olyannyira igen ott tartottam, hogy a Zsámbéki, hát ugye elkezdett rendezni, és próbálta megújítani a már eléggé elavult, az 50-es évek stílusába deklamáló színházi világot a Nemzetibe, de nem sikerült neki. Én láttam egyébként már akkor, mert én már 1848-ban is éltem, hát én láttam a 79 körül egy Veszker konyha című előadást a Cserhalmival, meg nem tudom, az már egy ilyen modell, azt a Zsámbéki rendezte, és egy nagyon izgalmas előadás volt, és akkoriban az egy nagyon izgalmas modern darab is volt. De hát ott játszott a Besenyei, a Sinkovics, ismerik ezeket a neveket? Ezek ilyen nagyon nagy bölények voltak, nagyon nagy színészek. Egyébként tényleg nagy színészek voltak, csak már egy kicsit elavult volt a játék stílusuk, és nem tudom micsoda. De mondok két filmet, azt nézzék meg, maguk filmesek, nem? Nézzék meg a Dúva című filmet, és megtudják, hogy ki az a Besenyei. És nézzék meg a Tizedes meg a Többiek című filmet, ahol megtudják, hogy ki az a Sinkovics. Ugye ott a Sinkovics a főszereplő. Elképesztő, hogy játszik. Zseniál. Annak a filmnek is van egy óriási története, de hát most nem erről van szó. Tehát, és akkor ezek a palik, még a Kálai is, a Kálai Ferenc,
aki később ezt nagyon megbánta, hogy a Zsán Békival így viselkedett, és ő volt az egyetlen, ő önkritik. Na jó, mert azért egy más, ő másból, anyagból gyúrták, mint a Bessenyét meg a Sinkovics. Mindenesetre azokból a színészekből, akiket felhozott a Zsán Béki, a Koltai Robi visszament, a Pogány Jutka visszament, Molnár Piroska is később visszament, tehát nem bírták. Tehát olyan fantasztikus műhely munka folyt, olyan közösség volt, olyan, hogy az tulajdonképpen, akik ezek a színészek, akik Kaposvárot eltöltöttek 25-30 évet, tehát a legszarabb időszaktól a legdiadalmasabb csúcsidőszakig. Meg lehet nézni egyébként, hogy a 70-es évek végétől, 80-as évek végéig a filmek nagy részében, magyar filmek nagy részében kaposvári színészek játszanak. Mert annyira népszerűek lettek, és annyira rangos dolog volt, vagy ma úgy mondanák, hogy cool, vagy trendy kaposvári színészt hívni. Mert ők voltak a menők. Ugye? És minden fiatal, akkori fiatal rendező, a Xantus, ami jelent, őket hívták. És szenzációs alakítások vannak. Az Eszkimó asszony Fázikban, például a Xantus Jánosok filmjében, Lukács Andor egy süket némát játszik. Mondjuk volt annyira, hogy mondjam finom, a szemét a Xantus, hogy a Lukács Andor nem mehetett ki valamelyik nagy filmfesztiválra, ahol megkapta a legjobb színészi alakítás díját, és arról faggatták az újságírók a Xantus, hogy talált egy ilyen süket némát, aki ilyen zseniálisan játszik. Tehát ennyire. Természetesen a díjat nem kapta meg az Andor. Na de ezek már ilyen filmes ügyek. Maguk ne legyenek ilyenek. Mindenesetre szóval egy egészen erős atmoszférás, egy vonzás, és egy nagyon nagy dolog, ami se előtte, se azóta nem ismétlődött meg, hogy egy innen 200 kilométerre, ráadásul egy nagyon kellemetlen útvonal volt az a Kaposvár, tehát lassan lehetett lejutni vonattal is, kocsival is, nem tudom micsoda, hogy egy ilyen elképesztő, eldugott helyen lévő színház egy olyan minőségi, fantasztikus munkát érjen el, és egy olyan karriert fusson be, ami ma már felfoghatatlan. Amiért rendőrt kordont kellett állítani az egyik legnagyobb budapesti színház elé. Szóval tulajdonképpen ez van-e mögött az egész film mögött. És mondom, ez fontos, hogy a Kis Pista az egy lét, tehát ennek a filmnek a... De a figurák is létezők, abszolút, nem mindenki, Kis Pista, mindegyik. Persze a színházban is mindenhol, igen, de hogy ő és az apja, ez egy az egybe. Térjünk egy kicsit a zenére, de nagyon-nagyon jó, hogy erről beszéltél, mert lehet, hogy magamtól nem jutott volna eszembe, hogy a Kaposvárról beszéljünk, és olyan jó, hogy most akkor ti is tudtok már erről. Úgyhogy ez nagyon jó, hogy hát ez fontos, mert ez rendkívül fontos. Ez erről szól többek között. Így igaz. Akartam érinteni, hogy ez egy igaz történet és Kaposvár, de ilyen mélyen biztos, hogy magamtól nem mentem volna bele, úgyhogy ezt nagyon-nagyon köszönöm. De tényleg térjünk vissza a te dolgodra, hogy különböző filmeknél hogy kapcsolódsz ja, a zenébe. Ja, de bocsánat, jó. Ott tartottunk, csak mindig nem baj. Kell hozzá egy magyarázat, ugye, mert azt mondom, hogy Kaposvár ott a bárba. Én jártam még ebbe a bárba, egyébként ez nem az a bár, mert ezt a fészeklubba forgatták itt Pesten, azt a jelenetet, de minden esetre ott tényleg volt egy bár, ahova én emlékszem egyszer két fiatal színésznő, még nem ismertük egymást, régen volt, édesen belém karolt, és azt mondta, hogy gyere, elviszünk mulatni, és akkor így ahogy így a két csaj, úgy mentünk ebbe a szállodának a bárjába. Tehát én ismerem ezt a csak azért történeti hűség kedvéért. Minden esetre, tehát ott azt előre meg kellett írni, hogy a Hernádi Judit kvázi el tudja énekelni ezt a Kábítja az ember, a maga emberét című dal. Bereményi Géza írta a dalszövegét, és ezeket előre fel kell venni, mert arra... Összes playbacket. Mert igen, mert arra ugye nincs apparátus, hogy ott egy igazi zenekar, akkor az még drágább, még bonyolultabb, mert meg lehetne úgy is csinálni, hogy akkor csak a kottákat kiosztom, megtanulják és előadják élőben, de akkor sokkal nehezebb vágni is, ugye? És így tovább, tehát
Akkor... Volt olyan filmünk, ahol így vettük igen. fel másikat. Bizony, bizony. Nem volt könnyű. Legyen igen. úgy például. Legyen úgy, bizony. Hát igen, mert a zenének van egy szerkezete, egy ideje, egy folyamata. Ha abba belevágunk, akkor abból az lesz, hogy beszélek, azt akart mondani. Ugye a zenében is akkor megszűnik a folytonosság. Ha viszont előre föl van véve, akkor lehet manipulálni, és úgy rakosgatni alá a zenét, meg hogy szinkronban legyen éppen azzal a jelenettel, amit ott látunk énekelni mondjuk a Hernádit. Tehát magyarul ez a film úgy kezdődött, hogy előre egy pár zenét meg kellett csinálnom, a forgatókönyv alapján természetesen. Mm-hmm. Hogy körülbelül miről van szó, és milyen a helyzet, és mi a szituáció. És aztán az ember hiába ismeri a forgatókönyvet, igazán oda passzoló, a jelenetet segítő, vagy ellene játszó, ugye a zenének több funkciója lehet, tehát hogy a zenének a zene betölthesse jól a funkcióját, ahhoz viszont igazából akkor lehet jó zenét komponálni, vagy akkor lehet jól dolgozni, ha megvan a film. Legalábbis nagyjából. Hát úgy értem, hogy a jelenet le van forgatva, igen. mert borzalmas sokat számít egy jelenetnek a tempója, a színei, a hangulata, a színészi játék, tehát ezt nem... A forgatókönyv azért mégiscsak egy holt anyag, egy alapanyag, igazából annyi minden tud változni, mire egy jelenet elkészül a forgatókönyv alapján, hogy az anyja se ismer rá időnként. Tehát az igazi, ha az ember már a úgymond kísérőzenét a film leforgatása után csinálja. Természetesen a Robi ebben is rendhagyó volt, mert a Sose Hallunk Magnál ugye az első filmje volt, és azt mondja, a gyártási szobában, még a film forgatása előtt. Laci, nagyon szeretném, ha megírnád a főcímdalt előre, mert nekem az annyit segítene. Mondom, Robikám, hát nincs még főcím, hát hogy írja meg a főcím, meg a főcím. A sors iróniája, hogy valóban nem lett főcím, amikor már elkészült a film vágása, akkor hívtam fel a figyelmet, Robi, te megirattad velem előre a dalt, de nincs hova tenni. És akkor történt meg az, hogy egy pótforgatással megcsinálták, hogy a Máté Gábor, ugye, aki a már idős Imikét játssza az unokaöccset, és így emlékszik vissza a nagybátyjára és a kalandokra, persze hol egészséged, hol máshol, mint a Lovin, emlékszik vissza, ugye. Egy szinkron stúdióba szinkronizál, mert persze színészletből, és utána beül a kocsiába, és a Hűvösvölgyi útra elmegy a kerepesi temető melletti, nem, a temetőbe megy, hogy onnan nézzen át a lóversenyre. Mert hogy egymás mellett volt. Mert hogy egymás mellett volt, már nincsenek. Azt inkább láttátok, ugye, azt a film? Már nincsenek, mert a lóversenypályáján az Aréna pláza van ma már. Ez tehát most már csak oda lehet látni. Igen. Na mindre, hát csak, hogy így élünk. Magyarul ez alatt hangzik el a nagy utazásnak egy jelentős emlékszel, része. Emlékszel, hogy mikor mutattad meg először nekünk, hogy mi lesz a főcím? Na várjál, akkor a gyártási szobában következett, még mindig próbáltam harcolni az életemért, mondom, Robikám, hát nincs főcím, nincs ízletem, és meg különben is, hát ezt akkor szokás leforgatni, ha már van film, hát most, de nekem úgyse is, mindig erőszakoskodott, és mindig ízletem. Én meg egyszer csak álltam két szoba között az ajtófélfánál, soha nem felejtem, azt mondom, Robi, megvan a dal. Úgy nézett föl rám, egy istenre. Ez egyébként a mai napig vagy, igaz. Vagy mint egy zsenire, ugye? Hát végül is, ugye? És azt a Laci, tényleg? Mondom, tényleg. És elkezdtem neki énekelni, hát természetesen ez semmit nem mond, mert ha egy ismeretlen dallamot hallunk, basszus, harmónia minden nélkül, akkor az teljesen exakt. Akkor csak egy furcsa, De ha már ismerjük a dalt, akkor már elég egy dallam töredék, már mindent hozzá hallunk. Ma már azt mondom, hogy tararidi, tararidi, tararara, pradadada, még szöveg se kell, már mindenki tudja, hogy miről van szó. De ez akkor neki egy teljesen elvont izé volt, mert elkezdtem neki dúdolni. Nézett rám, na mondom, milyen? Jó, fogalmas, jó. Mondom, figyelj, hívom a Bereményit,
ír rá egy dalszöveget, és megmutatom neked. Na most ebben az volt a trükk, idézőjelben, hogy én ezt a dalt 88-ban megírtam már egyszer, a Bereményivel, 93-ról beszélünk. Ez egy bukott Vígszínházi darabban, zenés darabban az egyik dal volt. És én tudtam, hogy ez a dal nagyon jó. Olyannyira, hogy az egész színház rajongott érte. Tehát mindenki fölvette magának, még az én demómat, és nem tudom. Eszenyi Enike, aki egy brazil kurvát játszott a darabba, egy egész kurva különítménynek ő volt a fő kurva, hogy úgy mondja. És mert egyébként a többi kolumbiai kurva volt, de ő brazil volt. Ő volt a brazilka, és ez az ő dala volt. Akkor még a nagy utazás helyett az volt a Brazília. Tehát a prozódia stimmel, meg a szótagszám, csak... Na most a bukott darabban nekem legalább 18-20 dalom így süllyedt el, mint a Titanic. Tehát pontosan ugyanúgy. Mert hát egy darab megbukik, az nem olyan, mint a film, hogy egy film megbukik, de azért bármikor le lehet vetíteni, meg lehet nézni, vagy most már rajta van az internet, az kész. És ott süllyedt, néztem, süllyednek el a drága dalaim, kész, soha többet. Most itt tulajdonképpen a nagy dolog az, nem az, hogy megírtam annak idején, vagy később átírtam, vagy hogy miért jutott nekem az ott eszembe? Hát ezt kéne egy ilyen Freud színvonalú pszichológusnak, vagy pszichiáter ki, de hogy nekem az ott miért jutott az eszembe, hogy ez az akkor, 5 évvel ezelőttről a soknak, azt húzzam elő a agyam mély rejtekéből, és aztán tényleg lett belőle ami. Tehát ilyen is van, hogy nincs leforgatva, nem tudom micsoda, főcím sincs. És emlékszel, hogy hol mutattad meg nekünk először? Nem. Volt egy olvasó próba, ja? Azt nem tudom, lehet, hogy a Robi följött. Az lehet, de volt egy olvasó próba, Sose halunk meg neki, és a Robiéknál, és ott hallottuk először a te előadásodban. Szóval, tehát sokféle megoldás van, meg az ilyen sokat megélt Dén csataló, mint én. Hát, ha belegondolunk, én az első filmzenémet 81-ben írtam, ami magamhoz képest későn volt, de mert én egy későn érő típus vagyok, én mindent későn kezdtem. 79-ben. A nyom nélkül? Térmetszés. De a térmetszésben még nem voltam. Térmetszés szerintem az izét csinálta. Te csináltad. Nem, az rossz adat. De én nem emlékszem. Rosszul? Ilyen az emlékezet, ilyen csalóka. Nem, én a térmetszést, tehát 81-ben volt az első, nyom nélkül csináltam. Először addig én nem csináltam filmzenét. Hogy hívják azt az erdélyi zeneszerzőt, aki kolozsvári operának volt. Ja, Selmeci? Selme, szerintem az a Selmeci. Tényleg, Gyuri csinálta. Tessék. Tényleg. Úgyhogy vigyázni kell azért, igen, hogy igen, fantasztikus. Információkkal. Becsapott az internet. Há, persze, az internet neki. Az csodákat tud produkálni. Egészen. Internet szerint én minden vagyok, dalszöveg. De egyébként akkor is előtt. Színész. Tehát várjál, most mindent le fogod tagadni? Bors néni ilyen is van. Hát annak a Novák János a zeneszerzője, abban játszotta. Szaxofonozta. Ja, melyik közben jazzzenész is vagy, meg szaxofonos meg. És 82-ben egymásra nézve meg. Így van. De előbb volt a nyom nélkül. Hát az gyönyörű volt, igen. Mert gyakorlatilag a Fábri Péter, akit maguk nem ismernek és már nem is fognak, mert ő már nagyon rég abba hagyta a rendezést. Még lehet érzem, ja, az jó. Érdemes megnézni a nyom nélkül, mert szerintem egy klassz kis film. És egy remek forgatókönyvet írt a Nemes István, aki azóta is a barátom és alkotótársa, mert nagyon jó dalszövegeket is ír. Az ország egyik legcsodálatosabb dalszövegírója. És aztán ugye vele csináltuk a Kalózok című filmet, de az már egy későbbi történet. Szóval az nagyon érdekes volt, hogy addig nem csináltam, színházakban már dolgozgattam, de filmzenét nem csináltam, és 81-ben felkért a Fábri Péter egy wroclawi jazzklubba, megjegyzem, ott kértek fel, ahol mi az én a Dimenzió nevű zenekarommal szerepeltem, egy fesztiválon,
és rá egy pár hónapra Makkároly felkért a Egymásra nézve zenéjére, ami szinte csodálatos, egy nagyon, tulajdonképpen Karcsinak az utolsó nagy filmje. És hát, szóval, igen, azt akartam mondani, ott hagytam félbe, hogy akkor még, hát még VHS magnó se volt nagyon, amit lehet, hogy maguk már nem is tudnak, hogy mi ez a úgynevezett videó kazett. Talán azt azért tudják. Azt tudják? Jó. Annyira nem ugye. Hát mit tudom én, hát. Igen. És, de hát szóval ilyen technika, ami ma meg kompjúter, hát az még Amerikában se sehol nem volt. És akkor a következőképpen csináltam a filmzenét. Bementem a vágószobába, a vágó hagyományos, erről biztos hallottak, a film. Azt hiszem, a többséget el is vittem, mert na, mutattam, hogy igen. Van a vágóasztal. Szóval ez egy fantasztikus, és a vágóasztalon mutatta egy ilyen pici képernyőn, hogy futott a izé, már eleve a hasznos hang, vagy ez a, tehát a dialógusok, az is egy külön szallagon futott, a külön a kép, a nem tudom, és akkor azt a vágónak szinkronizálni kellett, és akkor ott, hopp, a rendezővel végignéztük meg a vágóval, hogy na ennél a jelenetnél képzel el valamit. Reméltük, hogy hány másodperc. Volt egy A4-es, vagy több a vagy vittem egy füzetet, elkezdtem jegyzetelni, hogy 3 perc 42 másodpercnél a lány főbelövi magát, tól a fiú beleugrik a vízbe 4 perc 15 másodpercig drámai zene. Odaírtam egy kicsit valami tartalmi zenét, igen. De még azt, nem csak az elejét és a végét írta fel, hanem hogyha a zenében valami kell, hogy történetben valami kell. Hát persze, akkor részidők hogy hol, is írt. Hát részidők is kellettek, mert volt, hogy egy jeleneten belül irányt váltanak a dolgok, és azt a zenének is kell, persze. Na és akkor olyan érdekes az ember, hogy amikor szüksége van valamire, akkor azt, tehát ebben az esetben például a képi memóriára, mert hiába volt leírva, azért nekem... És akkor még VHS se. Azt mondom, hát így kezdtem, semmi. Hazamentem, ott volt ez a papír, néztem, lány főbelövi maga, mélyen átéltem a dolgot, nem viccelek, megjelent az a kicsi kis képernyő a fejem, és elkezdtem egy 100 zongorán, kompjúter, meg nem tudom micsoda, segédeszk, zongorána. Zongora, kotta, zongora, kotta, úgy, mint egy valódi zeneszerző, ma már és ez így ment nagyon sokáig. Volt egy mérhetetlen sikerű, ma már ez elképzelhetetlen, kamaszfilm, 86-ban forgatták le, az volt a címe, hogy Szerelem első vérig. Azt úgy kell elképzelni, hogy az Uránia mozi előtt, akkor még nem voltak plázák, az Uránia mozi viszont legalább 800 személyes volt, mert ilyen termek ma már nincsenek. Szerintem a Vörös Csillag mozi, ami a körúton a Royal szállodában volt, akkor is egyébként szálloda volt, csak volt benne egy ilyen, hát ott legalább 1500 ember, annak volt egy hatalmas izéje is, erkélye, ha bár az Urániának is. Szóval ezek szóval nagyon nagy mozik voltak. Tulajdonképpen csak ugye nem, hát akkor egy-egy nagy terem volt, nem voltak így felosztva, mint egy plázában most ezek a ide. És tehát ott jegyüzérek árulták a jegyet, hát rendőrkordon a Vígszínháznál is, jegyüzér a magyar filmre. Ugye? Hát azért ez nagy dolog. Akkor azt a filmet 1.200.000-en látták az első részt. Második rész már csak 600.000. És arra emlékszel, hogy annak a főcímdala, hogy igen, készült? Éppen ezért kezdtem elmondani, hogy... Hát eredetileg mint jazzzenészt kértek fel engem, mert én évekig csak mint jazzzenészt kértek fel, tehát a nyom nélkülnek azért egy olyan jazzes zenéje van, tehát ugyan van benne két dal, a Somló Tamás, én hát egyik se lett világsláger, de az eleje és vége főcímen a Somló énekelt. Aztán az Egymásra nézve, az mint jazzzenész kértek fel, a Jancsó többször kért fel szaxofonozni a filmjébe. Almási Tamás. Igen, az Almás, a Grünwalski, és így tovább.
És úgy tört meg a jég, akkor derült ki, hogy én micsoda nagy dalszerző vagyok és slágerszerző, amikor a Dobrai György a Szerelem első véli zenéjére fölkért, mint jazzzenész, mert az volt a forgatókönyve, hogy van a Szegedi Egyetemen, ugye a Horváth Péter, mert ő is ott járt Koleszba, egy kollégiumi jazzzenekar, ami a Beriari zenekara volt a filmben. Akkor ez egy nagyon népszerű srác lett ettől a filmtől, a Beriari, elmondhatatlan. És akkor hát, ugye, hát akkor jazz, kísérőzenés. Egyszer csak változik a forgatókönyv. Mégse jazzzenekar lesz az a kollégiumi zenekar Szegeden, hanem egy ilyen új hullámos beat zenekar, vagy rock zenekar, vagy nem tudom, pop zenekar. Hát akkor kell dalokat írni. Hát akkor írtam dalokat, mondhattam volna, hogy visszaadom a könyvet, de én szerettem a kihívásokat, írtam új hullámos dalokat, egy nálam, egy egész más nemzedéknek, mert akkor... Hozzá kell tenni, hogy ott is előre meg kellett írni, mert az is persze, lébekre ment így egy van, csomó minden. Ezek előre megírandó zenék voltak, de már le volt forgatva a film, de nem, a forgatókönyvben még csak valami egy-két sor volt a főcímről, és akkor leforgatta a Dobra, hogy azt mondta, hogy most gyere be, megmutatom neked a főcímet. Na, akkor az úgy volt, hogy egy baromi nagy teremben, moziteremben bevitt engem a filmgyárba, és hatalmas vásznon némán levetítette nekem, de lehet, hogy valami gyilkos dolgot csinált. Én másképp emlékszem. Nem, igazad van, alá tette a... A házigúri zenét. Igen, akkor örültem is. És na, nagyon ki voltál. Hát ennél gyilkosabb dolgot egy zeneszerző, hogy egy másfajta, egy nagy francia slágert, egy francia kamaszfilm slágerét alátenni, hogy az nekem bejön az agyamba is soha, nem, az tényleg az gyilkos. Na minden esetre nagyon szép légi felvétel, Szeged hajnalban felülről Tisza híd, és azon fut át a főhős rác, és akkor csak az egyetem, és nem tudom, és csak odafordul az a Dobrai, és azt mondja, hogy ja, vagy azt is te vágtad. Aha. Hát tessék. És azt mondja, na ide kéne valami nagy nóta. Ilyesmi. Ilyen. Mondta, hogy ilyesmi. Kösz szépen. Legalább na most ilyen. Ez is úgy volt, hogy hazamentem, elképzeltem. Még föl se kellett írni, hogy tólig, mert világos volt, hogy egy erre az egész, nem tudom, 3-4 perces főcímre kell egy ilyen. Grandiózus. És akkor így született meg, az egy nagyon, a maga idején az egy nagyon nagy sláger. Szóval nagyon nagy. És... De akkor, hogyha már erről beszélünk, és egy, csak azért, más hogy inni... Dobrai nem hitt benne. Igen, lehet, hogy nem hitt benne. Kért tőlem egy másik dalt is. Azt nem is tudtam, erre nem emlékeztem. Mert az nem lesz jó meg. De majd arról is beszélj egy kicsit, mert az is érdekes lehet, hogy vettük fel annak idején a zenét. Tehát ahogy hát, az is egy izgalmas dolog. Ennek megfelelően, ugye, hát mondom, le kellett kottázni, és meghangszerelni, és nem tudom micsoda. Mindig te hangszerelted? Igen, de itt nem kell nagyon nagy hangszerelésekre gondolni, mert tudom én, a Szerelem első vérében is volt egy kis vonós, volt egy kürt, volt ez az, de alapvetően ugye az a fajta amerikai filmzene, ami máig egyre inkább dívik Amerikába, de mindig is dívott Hollywoodban. Igen, hogy nagy szimfonikus zenekarok, gyakorlatilag Mahler, Brahms, Wagner, Tchaikovsky, Mendelssohn és a többi kései és korai romantikusok stílusában elképesztő tudással, ennél jóval kevesebb eredetiséggel hozzáteszem, de nagyon nagy szakmai tudással, őrületes szimfonikus hangszerelések bennek, hömpölyögnek, és tized másodperce le van minden kísérve, ugye, és akkor, hát tulajdonképpen úgy, mint egy rajzfilmnél, hogy amikor csúszik egyet a Tom, a Jerry felé, egy hárfa futam, az felkapaszkodik, egy fúval, minden le van, mint egy pantom, minden poén legurul a lépcsőn, akkor ilyen marimbák. Szóval ez egy ilyen nagyon macerás dolog. A korai
például Eisenstein filmeknél, ugye olyan emberek csinálták neki a zenéket, mint a Sosztákovics, vagy tehát a legnagyobb zeneszerző, Prokofjev, meg nem tudom micsoda, és marha érdekes, mert ott meg a izé szerint tervezték, képzeld. A hanghullámok? A negatív. A negatív. A preparált izé, és úgy ott volt a partitúra, úgy volt valahogy egész érdekesen. Tehát, hogy magyarul egy fejben egy korai kompjútert képeztek. Nagyon érdekes. Vannak könyvek a filmzenéről, és nagyon érdekes története van. Hát mindenesetre, tehát én végig játszottam ezt a legősibb és eredetibb filmzenei izét, ugye a vágószobától a otthoni memórián keresztül, aztán a filmgyárnak volt egy csodálatos zeneterme, amit a rendszerváltozás után rögtön tönkretettek, az volt az első. Olyan akusztikája volt ott a Róna utcában, akkor Lumumba utcának hívták, aki egy afrikai szabadságharcos volt, értünk halt meg annak idején, és aztán Lumumba utcára, de mondom, most már Róna utca. És hogy ide jártak Amerikából bérmunkákra, no, azért is, mert olcsóbb volt, de a legnagyobb Oscar-díjas zeneszerzők jöttek ide a filmzenéiket felvenni, mert olyan csodálatos volt az akusztikája, tényleg csodálatos. Úgyhogy... Ez csak zárójelbe hozzáteszem, mert hát mi ott éltünk, úgyhogy nagyon jól tudjuk, hogy tényleg maga volt a csoda. Igen. Hatalmas, fantasztikus akusztikával. És ez ma a TV2-es hírstúdiója. De hát ott lesz az akusztikát is tönkretették. Szóval egy őrület. Minden esetre ott volt egy remek zongora, és akkor egy nagy terem volt, ahol egy nagy méretű rendes filmvál, vászon. Rendes, mint a moziban, hatalmas vászon. Arra vetítették a filmet, és mi szinkronban játszottuk, vettük fel a zenét, miközben néztük a kottát is, meg a filmet is. És akkor közben kellett korrigálni, hogyha a tempó egy picit változott, akkor utána hát kellett menni? Vagy volt, addig próbáltak? Igen, addig próbáltuk, begyakoroltuk, és akkor... Vagy a pontok. Viszont ez a fajta módszer egy dolognak mérhetetlen jót tett, az improvizációnak. Mert például az egymás a nézőben, ott egy semmit. Másik János, én, Tomsics Rudolf, Schneidberger Ferenc, gitár talán róla hallottak, én, ez egy ilyen kamara, ez volt, és ugyanígy csináltuk, és megvoltak a témák, de hogy a témákat hogy bontjuk ki, merre kanyarodunk, nem tudom, ez teljesen esetleges volt. Ott improvizáltatok? Ezt nem tudtam. Egy-két szerkezet volt csak meg, de lényegében ott bontottuk ki, és ott csináltuk meg, és így lett jó. Mert oda a kamarazene kellett, ja igen, visszatérve a szimfonikus kontra kamarazenére. A magyar filmekben azért vannak többnyire kamarazenék, mert nem készültek olyan filmek, nagyon kevés olyan film készült, ahol a szimfonikus zene kellett, az pedig a régi hagyományos zenekar zeneszerzők csinálták, akik még, nem tudom, tehát egy másik generáció, Petrovics Emil, meg a többiek, Tamási Zdenko, nem tudom mi, akik ilyen zeneakadémiát végzett klasszikus zeneszerzők voltak. És ebből nagyon kevés készült. Ugye a Várkonyinak vannak a Jókai filmjei, Egri csillagok, az Gárdonyi, meg a... Kőszívű ember, és hát lehet... Kőszívű ember fiai, nem tudom micsoda. Tehát ezek a nagy kosztümös filmek, de ebből nagyon kevés készült, mert nagyon nagy volt a költségvetése. És volt egy nagy szerzői filmkorszak, ugye? Amikor ilyen filmek szinte egyáltalán nem készültek Magyarországon. A szerzői filmen azt értem, hogy a Jancsó, a Makk, a Gotár, a Jeles, a sorolhatnám. Tehát saját maguk írták, a saját magukból fakadó történeteket csináltak meg. Tulajdonképpen ezek ilyen kamarafilmek, amik nem igényelnek, tehát leveti magáról az e fajta nagy heroikus, túlsa hangszerelt, túlsan megszólaló zenét, hanem inkább ugyanúgy, ahogy ami a filmben ilyen kis kamara jelenetek vannak, meg lepusztult világ, ugye itt most a 60-as, 70-es, 80-as évek Magyarországáról beszélünk, egyszerűen nem illet hozzá.
Ma már készülnek újra ilyen filmek, ma is kevés, mint a Kincsem, 3 milliárdért, hozzáteszem, 3 milliárd, az nagyon sok pénz az. Az. Azt mondom, ez minden idők egyik eddigi legdrágább magyar film. Vagy mit tudom én, készült szintén egy kurzusfilm, ugye a Széchenyi annak idején, az 2 milliárdért. Szóval, az is óriási pénz volt. Az is, hát akkor, hát az igen. Ugye, az még az első Orbán kormány idején készült. Tehát magyarul 98 és 2002 között. Tehát ritka az ilyen. Úgyhogy én ilyen feladatot nem is nagyon kaptam a pályafutásom során. Most éltem ki magam, hát nem most, de tavaly nyáron volt júniusban bemutatója Vágy villamos a című balettdrámának az Erkel Színházban, ahol aztán adtam neki. Tehát ott van kortárs szimfonikus zenekar, van jazz big band, van jazz kamara zenekar, van, ott minden van. A történetnek megfelelően, szóval nem szórakáztam, de az egy komoly. És végül is nagy. Hány felvonásos lett? 2. Aha. Hát 100 perc zene. Igen, az nagyon. Ez elég. Igen, igen. És ott nincs más, csak zene, meg tánc. Tánc. Tehát a zene maga a történet. Na ehhez képest a filmzene egy. Hát az még csak van kép, meg de van, hány évig van dialog. Hány évig írtad a balettot? 3. Eszterházi Péter 9 évig írta a Harmonia Celestis. Tehát egy művön 9 évet dolgozott. De mondok jobbat, a Nádas Péter a párhuzamos történeteket 18 évig írta. Őrület. Na ez milyen? Lehet tudják képzelni, hogy egy munkán 18 évet dolgoznak? De ugyanakkor csodálatos ez a szabadság, hogy ezt meg. Hát csak azért tehetik a, meg. A belsőből. Nem mindenki teheti meg, ő nekik azért tehették meg, mert volt külföldi jogdíjuk, amiből igen. Meg tudtak élni. Igen. Meg hát azért hozzáteszem, mondjuk a Péternél ilyen kis melléktermékek, mint az Egy nő, igen. Az a Harmonia közben. Igen. Csak úgy kiszaladt. Uh-huh. Hát az is egy külön könyv, Egy nő. Olvassák el. Feministáknak nem ajánlom. Aztán, mit tudom én, tehát publicisztikai kötetei, tehát mellette azért a 90-es legalább 3 kötet kijött. De csak mondom, hogy hát igen, nekem a 3 év is sok volt, de hát ezek már inkább, ugye minél nagyobb egy forma, annál többet kell rajta dolgozni. Magyarán a balett az a sokkal-sokkal nagyobb falat volt, akármelyik műzikelednél. Persze, mindennél. Aha. Hát azért mondom, mert két absztrakt műfajról van szó, uh-huh. Ugye? Igen. Instrumentális zene, ami értelmezhetünk, ahogy akarunk, ugye? Legalábbis rendkívül tág az értelmezési lehetőség, mert nincs szájbarágás. Ugye egy dalnál van dalszöveg. Tehát nem érthetem annyira félre, hogy miről szól. Most... És a tánc is olyan, hogy mozdulatok vannak csak. Tehát annyira plasztikusnak kell lenned, azért mondom, hogy a zene maga a történet. Tehát ebbe a zenébe benne van a Vágy villamosa, dramatizálása. Ezt akarom kérdezni, hogy ez azért annyit én legalábbis tudok a zenéről, hogy ezeknek a baletteknek pontosan ugyanolyan szövegkönyve van, mint majdnem egy, vagy a... Igen, hát szüzséjük van, nagyon pontos szüzsé. Hogy a túróba képzeled el te, aki nem vagy koreográfus, hogy megy erre majd pontosan a történet? Hát úgy, hogy egyrészt a koreográfussal ketten alakítottuk aha. Ki a szüzsét. Aha. Nem volt több, mint 7 oldal. 2 felvonás, 2x8-9 jelenet, nem volt több. Uh-huh. Mert hát ott volt mögötte egy zseniális dráma, Tennessee Williams drámája, ugye? Amihez visszamentem időnként, tehát uh-huh. Nagyon bele akartam helyezkedni, valamit aha. Nem értettem, vagy nem tudom, vagy nem volt pontos a szüzsében. De hát ugye ebből ki kellett hagyni a drámából, meg hozzákette. Tehát az, hogy a tánc nyelvben ez hogy jelenik meg, abban nekem sokat segített, hogy ott hogy együtt dolgoztunk sokáig a szüzsén, és utána meg csak a képzelő erődre van bízva. Kicsit arra hasonlít, ahogy a vágóasztalon kicentisztjük, hogy mikor mi történt. Igen, nem?
De most, csak sokkal nagyobb volumenben. Hát meg kell, a zenében kell megjelenítened valóságos, dramatikus ügyeket. Igen. De nem csak, mert a legkönnyebb most idézőjelben egy gyilkosságot, vagy egy izgalmat, vagy egy nagyon nagy drámát, vagy egy nagyon nagy feszültséget, vagy egy nagyon nagy lírát. Ezeket a zenében, még ha próbálod is elkerülni a közhelyeket, mert hát ugye ezek persze csábítanak a közhelyekre, és sajnos hallok eleget borzalmas, ízléstelen és közhelyes vacak zenéket. De minden esetre ezeket mégiscsak egyszerűen érzelmel és mindenféleképpen könnyebb megközelíteni és átélni, belehelyezkedni magyarul, mint mondjuk egy pókerjátszma. Tehát négy pasi pókerezik egy New Orleans-i lakásba. Tessék megzenésíteni. Kösz szépen. Elképesztő. Hát ugye értelemszerűen kiválasztottam négy hangszert, és azok elkezdenek, hát ilyen őrült kortárzene az egész. Az egyik legjobb koreográfia lett. Mert jó volt a zene rá. Tehát jó volt az elgondolás, hogy dicsérjem magam ilyen szenvedélyesen. De egyszer valami jó, akkor jó, ugye? Kénytelen leszek megnézni. Régóta akarom egyébként. Még hát tessék, most 28-án. Tudom, hogy megy. Most ötször játsszák április végétől. Aztán megint nem játsszák, ki tudja, meddig vagy soha. Mondom. Tehát ezek voltak a legérdekesebb pókerjátszma. Zenében. Picit térjünk vissza a filmhez, hát, jó? Nekem is lenne egy kérdésem majd közben, jó, hogyha bevághatok szabad majd. Szabad ne felejt, csak egyet meg akarok kérdezni, mert te magad említetted, hogy valahol úgy érezted most, hogy nem valód a zenét, vagy ma nem hogy kell, so, igen, nem. Soknak érezted? Mondok két példát. Igen. Az egyik a legeleje, a legeleje mindjárt. Amikor jön az autó? Igen, vezet, és ott már elkezdődik a főcímzene. Aha. És én meg azt gondolom, hogy az jobb lett volna, csak a motorzúgás, és ez nagyon jó, ahogy így a szemébb is, olyan jól játsz a Görög Laci, nem? Ahogy úgy néha így egy kicsit a tükörben nézve, tehát elvakul. Trükk is van. Biztos, benne. De jó. Igen, csak sajnos ez ronda. Itt ronda, nagy, igen. Borzasztó ronda jó, volt persze, a kópia, de hát ezt nézzétek el, mert ez DVD volt, ez rémes volt nekem hát igen, nézni, mert ezek szépek ezek a trükkök, ez ezek a lassítások. Szóval nem filmes különbség. És melyik? Mert szerintem az feszültebb lett volna akkor. Uh-huh. Tehát az ember valahogy többet sejtetett volna. A másik meg, amikor a mű, vagyis abban ja, ez is azért egy korrajz, ugye, hogy ezek a fiatal színészek meg rendben milyen körülmények közé mennek le vidékre. Milyen a színészház és a igen. Lakás, az a és lakás, az a kis szaros szobák, hogy milyen állap, és tényleg ilyen állapotok voltak. Majdnem, hogy még az én időmben is, nem, hogy azelőtt 10-12 évvel. És ott ugye a szép, amikor mondja, hogy hát, mert ugye a barátja el van, akit a László Zsolt játszik, tök föl van háborodva és el van keserődve, hogy ilyen körülmények közé rakták őket, és hogy képzelik, hogy fog ő itt majd Hamletet játszani. És mondja neki a Görög Laci, hogy Hamletet innen és innen kell játszani. És utána tüzet ad a László Zsoltnak, és rájátszanak, ugye megismétlik azt a jelenetet, ahogy a Jordán mutatja, hogy hogyan kell koncentrálni. Egy ilyen egyszerű dologra, mint hogy rágyújtok egy cigarettára egy gyufával. És akkor ott visszajön az a főiskolai motívum, szerintem az nem kellett volna. Most csak én így két példát. Szeretni lehet, mert, csak... Mert nekem pontosan azt hozza vissza. Így van, csak... Tehát csak kicsit én túlzónak igen, éreztem. Azért éreztem túlzónak, mert ott van egy lefingott között, szóval szájbarágósnak aha. Éreztem. Kíváncsi lettem volna, hogyha mondjuk nincs az a zene, vagy egyáltalán, hogy megkérdezni, hogy asszociáltak-e arra... Asszociáltak ami... volna, mert a zenével biztos, hogy asszociáltak. Avval igen, de igen, zene nélkül csak is szerintem. Szóval az egy, hát ma igen, ezt nem tudjuk lefolytatni, ezt a kísérletet nem tudom. Ugyan? Hát azt mondja a Betty is, ugye? Te. Hogy maga csak a ízés. Na, mindegy, tehát hát ezek ilyen érdekes dolgok. Ez nem egy nagy dolog, hogy ma persze. Ezt a kettőt nem persze. Úgy gondolom, mint 20 évvel, 24 évvel ezzel. Annyira más, egy csomó mindent igen. Másképp érzünk, hát, ez természetes. Igen. Jó, akkor most a kérdésekre lehetne térni, mert aztán nem akarom rabolni az idejüket.
Nekem az lenne a kérdésem, hogy fiatal filmeseknek milyen tanácsot tudnál adni, hogyha először megyünk zeneszerzőhöz, hogy mi az, amikkel ne próbálkozunk, mint ahogyan te is mondtad példát, az, hogy már bejátszottak egy régebbi filmhez hasonlatos zenét. Hogy mi az, amit tanácsolnál egy eljövendő filmeseknek? Hát először is az első tanács, hogy azt kell eleve nagyon átgondolni egy rendezőnek, még ha, mert ugye én sok muzikális rendezővel találkoztam, például mondjuk a Grünwaldski Ferenc, nem tudom, hallották-e nevet, ő nagyon művelt volt zeneileg, és nagyon jó füle is volt. És nagyon jól ismerte a jazz irodalmat, a klasszikus zenét, és így tovább. Hát nem is volt vele kellemes dolgozni, mert minden belepofázott, de nem baj, csak mondom, hogy ő egy... Aztán van egy csomó rendező, akinek botfüle van, meg egyszerűen nincs affinitása a zenéhez. Mert az nem ugyanaz, tehát lehet botfüle, de mégis van valami affinitás. Valami, tudja, hogy mit akar magyarul. Nem tudja megcsinálni, meg nem tudja eljátszani, vagy nem tudja... Lehet, hogy még példát se tud mondani, vagy nem tudom. De mégis valamitől tudja, hogy mit akar. Ugye? Tehát most mondok egy végletes példát. A Jeles, az ifjú Jeles, ugye a Saul fiában, lényegében tudta, hogy nem akar zenét. Habár van benne zene, ugye a Melis Laci jegyzi, de hát nem halljuk, mert olyan szubbasszusok és olyan izék vannak, tehát inkább a zörej része a zene. Ő tudta, hogy ebbe a filmbe ő nem akar muzsikát hallani. Tehát a zenét, ugye a maga szószoros értelmében, mert azt gondolta, hogy egy ilyen szikár, borzalmas környezetben, tehát ugye miről szól a Saul fia, tehát nem kell magyarázni, biztos látták, ugye a világtörténelem egyik legborzalmasabb pillanatának egy szeletéről, vagy történetének egy kis szeletéről, egy KZ-táborban. Ezt ő nem akart az lekísérni zenével. Pedig biztos lehetett volna hatásos. Mondok egy ellenpéldát, egy rossz példát. Fogta magát a Koltai Sutyi, és a hasonló a téma ráadásul, és a sorstalanságra felkérte a Morricone. Most az egy zseniális pali, óriási filmzenéi vannak. Na de a sors, Kertész Imre sorstalanságára. Hát, mi van? És olyan is. De nagyon meg voltak hatódva egymástól viszont. Persze. Állandóan tévében láttam, hogy összevelkedett. Te vagy a legjobb. Nem, te vagy a legjobb. Tehát a PR baromi jó volt. Tehát ez egy nagyon érzékeny dolog. Magyarul a legfőbb tanácsom az, hogy minden rendező, vagy minden filmmel foglalkozó szakember szálljon mélyen magába, hunyja le a szemét, és gondolkozzon egyrészt azon, hogy ő mit képzel, milyen világot, az ő sajátos világuk, hát a filmje világát biztos ismeri, mert ő készíti, vagy ő találta ki, vagy az ő bábáskodik. Magyarul, hogy kit kérjen fel, milyen típusú. Lehet, hogy valakinek valami őrült hard rock zenekel, és az lesz a jó. Lehet, hogy valakinek egy nagyon érzékeny kortárs kamara zenekel, lehet, hogy valakinek jazz zenekel, lehet, hogy... és akkor ennek megfelelő érzékeny palit kell felkérni. Vagy olyat, aki mindezt tudja. Hát igen, de szóval... De mindenki mindent nem tud. Egy kicsi országban, de nagy országban is rengeteg az előítélet. Tehát engem is, én például azért hagytam egy idő után abba, szóval azért vált kevéssé fontossá a filmzeneszerzés, mert beskatujáztak. Ugye? Tehát ahogy annak idején előtte még a Makkal, a Grünwaldski és a Molnárral, nagyon sokféle Jancsóval, és nem tudom kikkel dolgoztam, nagyon sokféle zeneszerző vagy rendezővel, és nagyon sokféle zenét csináltam. Sajnos a bizonyos szerelem első vérig után kezdett szűkülni a kör, és a végén már csak azért hívtak fel, hogy na majd, különös aztán a Sose Alul meg a Nagy Utazás sikerült. Hát ez a nagy filmsláger szerző. És akkor elkezdtek hívogatni ilyen meseautó, meg mindenféle ilyen bizbassz, ilyen remake filmek, amiket én nem vállaltam. Tehát már tettem is le a telefon. Nem is értették, jó pénz,
leszarom, hát nem érdekel. Hát ugye az ember megy tovább, szeretne valami más csinálni. Egész életemben ülök, mint egy ilyen bányába, és írom a kvázi slágereket, amit egyébként ráadásul nem is lehet csak úgy írni. A sláger az lesz. Slágert nem lehet írni, dalokat lehet írni, amivel szerencséd van, akkor sláger lesz. Na mindegy, tehát tulajdonképpen ezért lassan kiszálltam, mert ugye elterjedt, hogy hát, már nem tudom, amikor a hatodik filmet mondtam vissza, akkor hát, ezzel nem érdemes kezdeni. De érdekes módon a fiatalok nem hívtak, nem bíztak bennem. Valószínűleg éppen ezért. Ja, hát az és egyrészt biztos nagyon drága, másrészt nagyon commerce. Tehát az előítéletek mérhetetlenül tudnak működni, de most itt nem is rólam van szó a kérdése visszatérve. Ráadásul az biztos jó, meg én megértem, ha az ember a saját generációjával akar dolgozni. Ugye, mert mégiscsak különösen, ha olyan is a film, generációs film vagy valami, akkor az fontos, hogy fél szavakból megértsék egymást. De szerintem ez a legfontosabb, hogy azt nagyon átgondolni, hogy mit akar az ember, és ahhoz képest ki az a, melyik az a zenei közeg, világ, amit meg kell keresni. Nem tudok ennél okosabbat mondani. Ez az amerikai tévésorozat, amiből, ha jól látom, egy részt írtál, ez létező dolog? Ez az univerzum? Vagy ez is egy félreértés? Mert azon meglepődtem. A második, a nagy utazás alatt. Ja, nem. Ez egy több ilyen filmem volt. Uh-huh. Ezek természetfilmek. Ja. Például volt egy három részes sorozat, egy német sorozat, csodálatos, nagyon minőségi, nagy igénye a vízről. A víz. Történet, minden, ami a vízzel kapcsolatos, tehát a hegyi pataktól, az óceánon és a nem tudom mi, mindenen keresztül, a ipari vizeken, és az a ilyen nagy átfoglaló, háromszor egy órás. Uh-huh. Nagyon jó. És akkor ezek azért jók anyagilag, hozzáteszem, ez 80-as évek közepéig csinál, aztán azt se vállaltam már, hogy, mert azért ezeken sokat kell dolgozni, az kétségtel, hogy a tévé csatornák szaporodásával ezeket ahányszor vetítik bárhol a világon, nekem jön a jogdíj. Tehát ez egy nagyon jó dolog, hogy időnként csönget a postás, és egy 10 meg 20 évvel ezelőtti valamilyen természetfilm sorozatért, mert újra levetítette a CDF, vagy a nem tudom mi ezért. De ezek jó melók, és ezeket nagyon sokat lehetett tanulni egyébként, nagyon. Úgyhogy voltak ilyenek, osztrák és német. És a dokumentumfilmek? Hát, mert az érdekes, hogy nagyon sok dokumentumfilm. Hát azért, mert az Almási Tamás megkeresett egyszer, és akkor nagyon jól összejöttünk, ott is mindig átdumoltuk a filmeket is, meg minden. Tehát tulajdonképpen miután ő leforgatta azt a nagy ózdi sorozatát, azt a 10 részeset, vagy nem tudom mennyit, és abban nagyon sok évig foglalkozott, utána engem megkeresett, már nem tudom, hogy a Sejtjeink volt-e az első, ismerik a Sejtjeinket? Ez egy nagyon, nagyon erős film. Nőknek különösen meg kell nézni. Ez a mesterséges megtermékenyítés. Tehát a bajba lévő házaspárokról szól, és végig kíséri, nem tudom, három talán, vagy négy, tehát egyet én húzottam ki belőle, mondta, hogy nem bírja már el a sorozat. Mm-hmm. Kihúzott egy, az is marha jó volt, egy házaspár, de már sok lett volna. Mm-hmm. És szóval nagyon érdekes, nagyon jó film. És a dokumentum dramaturgiájába is beleszólsz? Ugyanaz, hát, ha kérdezik, én csak akkor kérdezik. Aha. Beleszóltam én a izébe is, a Herendi följött annak idején hozzá, hogy mit szólok a valami Amerika forgalom, mert azt hittem volna, hogy meg is én csinálom, de hát elmondtam. Uh-huh. De egyébként adtam neki egy jó ötletet, amit viszont megcsinált. Igen. Vágással? A vége fel. Nem, egy ilyen sztori ötletet, hogy a hogy hívják a színészt? A Szabó? Nagy darab, Szabó. Hogy a Szabót, a Hújber az első részben, az én ötletem volt, hogy legyen már valami, már csapja pofám, olyan tenyérbe mászva,
ugye a Szabó ebben a macsó izével mindenőtt megkettyintek, és meg is kettyint, és a szponzorpénzt is úgy szerzi, hogy a nem tudom, a Básti Julit a íróasztalon, nem tudom, megvannak ezek? Szóval... Básti Juli nem a Liptai Klaudiát? Nem. Azt is. Azt is. Azt is. A Básti Julit, minden. Az irodába hátulról, teljesen minden. Szóval, hogy legyen már valami, és akkor a Hújber bedobja a vízbe a hídról a pasit. Ez jó is. Ugye, milyen jó? Legyen. Na mindegy, hát egyébként nagyon sok bajom volt ezzel, és akkor de azért nem vállaltam. Abba is írtam. Hát mert ahhoz ragaszkodott, hogy a 83-ban az Udvaros Dorottyának írt, ismerik ezt a nevet, hogy Udvaros Dorottya? Színésznő. Jó színésznő. Írtam neki 83-ban, mondom, hogy 1848, egy lemezt a Bereményivel, aminek nagy sikere lett ki. Tehát minél távolodtunk 83-tól, 93-ban már nagyon nagy sikere. 2003-ban már megőrültek. Kiderült, hogy egy kultlemez. Csak azt nekem senki nem mondta 83-ban. Ez 2003-ban tudtam. Mindenesetre csináltunk ebből egy nagy turnét a Férfi és Nő címmel. Nem akármilyen volt. Kulka, Básti, Cserhalmi, Udvaros. Az egy diatal menet volt. Majdnem 8 évig. Cserhalmit is mondtad, ugye? Mondtam. És abban van egy szám, a Vetkőzés az a címe. A Bereményi abban zseniális, hogy egy 3 perces dalba egy mini drámát bele tud sűríteni. Egy történetet. Van egy olyan dal, az a címe, hogy 35 perc. Egy szerető pár, szeretők, egy lakásban, és már csak 30, már csak 33, már csak 30, már csak 28 percük van. És erről szól a dal. És azt mondja a pasi, miközben énekel, hogy már azon gondolkozol, hogy otthon mit is hazudj, és nem tudom mit. Tehát egy fantasztikus, egy önmagában egy tökéletes izé, de úgy, hogy a Géza úgy írja a dalokat, hogy nem viszi haza CD-n, vagy régen magnó kazettán, vagy nem tudom, már ott melletted leül, te zongorázol neki, mint a kocsmában, és ő egy óra alatt megír egy ilyen szöveget. Úgy, hogy nem ismeri a szerkezetét. Aha. Hát hiába játszom el neki egyszer. És valamitől mégis tökéletes. Aha. Vagy csak egy hóesés. Hogy olyan rég vártuk a hóesést. És erről szól egy dal. Tökélet. Vagy a Vetkőzés, amiről most szó van, amire a Herendi ragaszkodott, hogy benne legyen a filmben, mert a feleségével nagyon szerették, biztos stimulálta őket annak idején fiatal. De tényleg, szóval ez nekik egy ilyen fontos dal volt, és az arról szól, hogy van egy nő, aki arról énekel, egy pasi valaki, a Somló Tamás volt, Isten nyugosztalja, hogy tulajdonképpen kívánjuk egymást, de valami hiányzik, valami nem jött össze, még valami kell. Ez a visszatérő, hogy kéne még valami. És hogy elfogy a dolog, pasi elmegy, a nő egyedül marad, és ez egy kis mini dráma. Isten. Úgyhogy ezt feldolgoztam neki, más lett, mint ami ez, és akkor ezt énekli ottan a kétszer. Azt hiszem, hogy pont egy ilyen videóklipet, reklámklipet forgatnak, ahol milyen leszbi feministák megint ne figyeljenek. Tehát egy énekesnő, akinek hirtelen most nem teszem a neve, és a Oroszlán Szonya ottan. Uh-huh. Én sem emlékszem most. Na mindegy. Uh-huh. Szóval így. Van még kérdés? Van kérdés, fiúk, lányok? Azt szeretném kérdezni, hogy amikor megnéz egy mondjuk első vágott verziót, akkor az operatőri munka mennyire befolyásolja a zenét, ami később utána elkészült, tehát a hangulatok mondjuk mennyire újak az előtte elképzelthez képest, vagy egy operatőr mennyire szól esetleg később, ez már inkább egy másik kérdés, az elsőre vagyok inkább kíváncsi. Hát maximálisan befolyásol, hiszen a rendező szeme az operatőr. Magyarul, ha van egy jó operatőr, akinek ráadásul még saját ötletei is vannak, meg tudom, például a világítással kapcsolatban. Az operatőri munka az ugye nem csak az, hogy felveszünk a jelenetet, tehát egy nagyon komplex dolog. És tulajdonképpen, amit én már látok, az az operatőr szeme.
Az operatőr látásmódja. A rendezőn keresztül persze megdumálják, hogy én ezt innen szeretném gondolni. Ezt én azt gondolom, hogy ez a jelenet innen jó. Most nem csak a szöget értem ez alatt, hanem mint egy nyelvezet. Ugye annyi féleképpen tudunk ezt a beszélgetést fölvenni. Ebből csinálhatnánk egy horrort, ha akarunk. Csinálhatnánk egy örömünnepet, csinálhatnánk egy vallásos, fanatikus ízét. Csak szemszög kérdése, hogy éppen most mi van itt. Hogy én most miről győzködöm magukat, ilyen kigüdött szemben. Kiderül, csak a vágásról beszélgetünk, vagy a zenéről. Vagy egy, ugye? Tehát hát nagyon, nagyon befolyás. Mint ahogy a nézőt is rendkívüli módon befolyásolja. Nekem persze az a dolgom, hogy amit ők valahonnan látnak és ábrázoljak, azt én még valahogy úgy olyan hatásokkal pakoljam meg, vagy úgy dolgozzak ellene, úgy feszítsek, mert mondom, a zenének nem csak mindig az a feladata, hogyha ha szerelmes jelenet van, akkor ja, nem, mi millióféleképpen lehet valamit, vagy mi jön utána megelőlegezni dolgokat zenében. Hogy a jelenet még egész máshol tart, de már érzem, hogy van valami diszonancia, valami feszülés, valami nem stíl. Hát persze. Már készülünk a következő jelenetre, csak ezt a néző még nem tudja, ő érzelmileg készül, izgalmilag. Ugye? Tehát nagyon sokféle dolog van, de hát ez az egyik legfontos, ez maga a film, az operatőri munka. Meg a vágás. Na jó, hát ez a vágás az az SOS, tehát az a mentő alakulat. Az ott. Ott még rengeteg problémát meg lehet oldani, ha jó a vágó. És hát a vágó jó. Jaj, köszönöm szépen, de hát sokan vagyunk, hál' Isten, egyre többen. Van-e még kérdés? Köszönjük szépen. De ott hátul még az fiatalember valamit szeretne kérdezni. Én azzal kapcsolatosan szeretnék kérdezni, hogy filmzeneírásnál például vannak-e olyan állandósult hangszerkapcsolatok, amik kihangsúlyoznak bizonyos érzéseket, hangulatokat, nem tudom, tehát igazából, hogy ez lenne a kérdés, hogy vannak erre állandósult sémák, vagy ez általában a zeneszerzőtől is függ? Hát tulajdonképpen vannak, de ezt próbálja kerülni az ember időnként. Tehát, hogy ugye nagyon sokszor látjuk amerikai filmekben, hogy egy szerelmi jelenetnél elindul egy lírai zongora, nagyon puritán egyszerű, persze csak bekúszik egy cselló, nagyon finoman. Már emelkedik a dolog, majd egyszer csak megjelenik egy oboa. Aztán és egyszer csak már egy szimfonikus zenekart hallunk, és a szívnek meg kell szakadni. Ezek, most nem ironizálok, egyszerűen olyan hatások, olyan, hogy mondjam, professzionista módon kiszámítható és meghangszerelhető és megoldható hatások, amiben természetesen él az ember, és élnek a zeneszerzők, mert beválik. Most ugye itt az a kérdés, hogy lehet úgy megoldani, hogy ne csöpögjön a közhelyektől. Tehát hogy lehet arra törekedni. Nagyon függ a filmtől is. Tehát megint csak a balettre tudok visszatérni, mert az egy friss élmény, és ott aztán mondom, van hangszerelés. Nagyon komolyan. Hogy ott például nem csak motívumok vannak, ugye van egy motívuma mondjuk a két kislánynak, a Stellának és a Blanche-nak, akiket felnőtt korunkban látunk, de tudjuk, hogy testvérek, és az egész életük valahol a gyerekkoruk és a kamaszkoruk környékén siklott meg. Erről szól a Blanche tragédiája. Magyarul ott volt egy gyerekmotívum, amit én különböző pontokon használtam, amikor ez a két nő valamilyen módon összejött. Vagy volt mindenféle más, most nem sorolom, de nem csak motívumok voltak, hanem a különböző fontos szereplőknek hangszerei is voltak. Tehát például érdekes mondom Blanche-ra, nem tudom miért, de én ezt így gondoltam, a trombita lett a hangszere a Blanche-nak, ami nem egy túl nőies hangszer. Habár van egy lágy változata, a flugehorn, ugye az is trombita, csak egy ilyen finomabb, ilyen smoothosabb, ilyen puhább hangja van. De nagyon sokféle szordínos trombita, sokféleképpen használom. A Stellának, a húgának a klarinét lett a hangszere. A Stellinek
a Poláknak, ugye, aki később megerőszakolja Blanchett, neki a marimba lett a hangszer, és itt most nem sorolom. Tehát ezek mind eldöntendő kérdések voltak, mielőtt egyáltalán neki láttam a munkának. Most ez egy filmben is könnyen előfordulhat, ha olyan a film léptéke és formája és stílusa, hogy akár hangszereket is választ az ember, egy-egy szereplőz, vagy motivumokat, meg nem tudom micsoda. Tehát igen, ez abszolút fontos kérdés, hogy az ember ne paneleket használjon, mert lehet azt is, és mondom, sorolhatom, hogy bizonyos szituációkban, tehát játszhatnánk olyan játékot, hogy nézzünk egy ismeretlen amerikai akciófilmet, és megmondom, hogy a következő jelenetben milyen hangszereket fognak használni. Vagy lenémítjük, megnézzük némán, és utána megmondom, megpróbálom megsatszolni, na, tekerjük vissza, és most hallgassuk meg hangra. Mert annyira triviál, annyira nyilvánvaló. Ugye? Ez egy szakma. Na most persze az ember, azért hagytam abba a filmzeneszerzést, ezeknek a commerce filmek a zeneszerzését, hogy számomra ne csak szakmává váljon egy professzionista izévé, mert én ezt nem szeretem, én egy amatőr lelkű ember vagyok, hanem mindig valami olyasmit csináljak, amiben kísérletezhetek a saját magam képességei szerint. Tehát ezt tudom mondani. De vannak bevált receptek. Értem, és még szerettem volna kérdezni egy olyat, mondjuk, hogy vannak olyan konkrét hangszerek, vannak olyan hangszerek, amit így állandóan szoktak használni bizonyos hangulatok elé. Ki akar húzni belőled olyat, igen, hogy fú, valakinek a hangszere meg ilyenek? Nem, hanem hogy mit tudom én, nagy átlagban például ugye a zongorát, azt mindig a szomorú hangulatú dolgokhoz szokták használni, vagy inkább a legtöbbször. Hát szomorú, vagy nem szokták meghatott pillanatokban is, de kamara jelleggel. Tehát azt meg lehet figyelni, hogy nyilvánvaló, ha nagy perspektívák vannak. Például felülről mutatnak egy erdőt, légi felvétel is megy, és a sűrű az erd. Hát ott maximum csak akkor használnak zongorát, ha az a képsor vége, hogy valaki áll egy mezőn tök egyedül, mondjuk. Vagy, és még egy ráadásul egy széken is ül, hogy legyünk még eredetibbek, egy erdő kellős közepén egyézés. Vagy mit tudom, szóval, tehát hogyha tényleg olyan a valami magányos kamara jellegű, vagy egy ember otthon a lakásban, és valamire visszaemlékezik. Tehát nem feltétlenül kell, hogy szomorú legyen, az biztos, hogy valami kamara ügy. Egy-két emberről van szó, és annak az érzelmi ügyeiről. Az lehet boldog is. Ugye azért mondtam, amikor volt erről szó, hogy a filmek hangszerelése, hogy Magyarországon mennyire inkább csak ilyen kamara ügyek vannak, az azért van, mert nincs olyan nagyságrendű felvétel. Hát most azon, hogy egy lepukkant pesti utcán megy két ember, hát ahhoz nem lehet bevetni egy ilyen üsdobok, kürtök, harsonák, száztagú vonószenekar, zokok, sír, sikál, szólnak az oboák és a fuvolák és a nem tudom micsodák, dobok. Hát marha, hogy miről van szó? Hát két ember megy, ezt beszélget. Hát mit lehet ezt? Mondom, hát akkor egy elmebaj alakul ki, és az emberben csak állandóan egy ilyen izé van, diszonancia, hogy most mit akart ezzel mondani? Hát ez hülye. Na ugye? Tehát ahhoz kell egy nagyságrend. Egyszer csak a normandiai erdőkbe vonul 150 náci tank, tigris, ugye? És szemben a amerikai és angol összefogott hadsereg, és mindjárt összecsapnak, és mutatjuk, ahogy izzadnak a izék, és a folyik a víz a tábornokról is közben, nem tudom, és egyszer csak eldördül az első lő. Na, ott aztán van kürt, minden pozant, vonós, és hát mert indokolt, mert alá akarom támasztani ezt a nagy jel, hogy minél gigantikusabb legyen, monumentálisabb, és nem tudom. De ez pontosan ebből ezen humort múlik is lehetne. Hogyan? Tulajdonképpen ebből abszolút humort lehetne csinálni, hogyha pont az ellenkezőjét hát persze, használom. Na jó, de most vegyük komolyan a dolgot, hát persze, hát humorból mindent lehet csinálni. Persze. Hát, az nem kérdés, de hát akkor ilyen alapon. Nem, most a... Világos, most a standard. Most a kiszámítható standard izékről beszélünk, ahol egyszerűen a jelenet nagyságrendje
megkíván egy komoly nagyságrendű alápakolást, ugye, zenében is. De mivel, hogy nálunk nincsenek olyan nagyságrendek, nálunk más van, nálunk belső ügyek vannak, hát ha végignézzük az, nem tudom, utóbbi 15 év, csak 10 év, 5 év filmtermését, akkor nyilvánvalóan az ilyen fajta... Pár évet számítsd le, hát, mert azért azok nagyobb volumenű. Szándékosan. De milyen? Tehát a kincsem van? Hát a kincsem, a braziloknak is megpróbálnak ilyen zenét csinálni. Uh-huh. Hát azért... De mi az a dokumentumfilmszerűség a brazilok? Nem. Az is fikciós. Aha. Szégyen szemre, azt mondják, hogy jó film. Na mindegy, hát általában azért ritka az ilyen. Értem, és szerettem volna egy olyat kérdezni, hogy például, ahogy ugye mondta ezt a zongorát, hogy érzelmes pillanatoknál ugye jellemző a zongora. Igen. Mondjuk a vonósok azok általában így például a nagyságot, vagy a drámai pillanatokat szokták kihangsúlyozni, vagy lehet azt másféle helyzetekben is használni? Persze, hát a vonós az egy nagyon sokszínű hangszer. Tehát a űrodasszájában, ugye abban a, segítsetek, mert ugye 60 fölött már elkezdeni nével mondatot kirendezte. Igen, Kubrick. Stanley Kubrick rendezte ezt a filmet, óriási siker lett, és keresett zenét, szóval volt egy írott zene hozzá. És egy ilyen izgalmas, nyomasztó űrjelenethez keresett zenét. Vonóst. Mert amit megírt neki a nem tudom melyik nagy Oscar-díjas zeneszerző, az nem tetszett oda. Érezte, hogy valami hiányzik. Mit csinált? Egyszer csak rátalált Ligeti Györgynek, ennek a zseniális magyar zeneszerzőnek egy művére, amiben úgy használja a vonóst, hogy az neki tökéletesen megvan. Ez a filmzenék története azóta is egy legendás történet. Ilyen, nem is tudom, tehát trema, de nem a hagyományos értelemben, úgy mozognak a, nem azért mondom, de nálam is van a balettben egy ilyen. Aha. Tehát kromatikusan mozognak a vonók, és valami olyan kontextust, anyagszerű lebegést hoznak létre, szinte fölfoghatatlan, izgalmas lebegést. Ez kell nekem. Az kétségtelen, azt a hibát elkövette, disznóságot, hogy a Ligeti Györgynek nem szólt, aki már akkor is a... Világon akkor is, ez volt mondjuk a 70-es években, a világ egyik legnagyobb zene. Kortárs zeneszerzője volt, hát Magyarországon nem annyira ismerték, már meg is halt szegény. Egy óriási, nagy zseni, tehát a minden idők egyik legnagyobb zeneszerzője. Csodálatos. Csodálatos zene. És hát borzalmasan tud hangszerelni. Tehát például ott a vonósnak ez a szerep. A vonósnak minden thrillerben hatalmas szerepe van, mert hiszen a vonósoknak van mélysége. Lehet húzni szőrösen, tehát nem lágyan, nem harmonikusan, hanem durván. Azt nagyon sokféleképpen lehet használni, ahogy azt használják már több száz éve operákban, szimfonikus művekben, a legkülönfélebb, nagyon sok szín. Tehát például a vonós nem lehet általánosítani. De tud zokogni is a vonós, ez kétségtelen. És hogy hányat használsz? Meg kell hallgatni, hogy bár Richard Strauss-nak vannak csak vonós művei. Nincs benne se kürt, se olszal, nincsenek benne se fafúgósok, se csak vonós zenekar. Ez például, ha valaki meghallgatja ezeket a műveket, az pontosan hallja már, hogy hoppá, Hollywoodban sokat tanultak ettől a Richard Strauss-tól, ő is egy zseniális hangszerelő volt. Tényleg meg kell szakadni a szívnek, olyan csodálatos művek. Csodálatosak. És hogy a vonós, mit tud egy vonós zenekar elérni az emberi lélekkel? Szóval nagyon sokféle megszólalás van. Ja, tehát nem szólt a Ligetinek, szóval szóltak a Ligetinek, aki nem volt egy nagy moziba járó, ugye, hogy tehát most az egyik legsikeresebb hollywoodi film, itt akkor a kasszabb siker, nem tudom, te zenédet, te művedet használni. Igen, hát azt mondja, mit csinálj? Hát pereljük be, jó, pereljük be. Az lett belőle, most nem viccelek, hogy lebeszélték aztán az amerikai ügyvédek, hogy Németországból perelni Amerikába reménytelen, 15-20 évig fog tartani a per, és a végén majd nem tudsz, szóval ilyen teljes. Tehát ez az igazi ilyen disznó jogi csűrés csavarás, és akkor
Azt mondta aztán, hogy oké, hát akkor adjunk neki $1000. Azonban egy egész megállítás, és mondta, hogy jó, legyintett az igen. És írta a következő zseniális művét. De ez csak így zárja. Rendben, akkor egy utolsó kérdésem igen? lenne most már csak. Az, hogy mit tudna mondani például egy olyan tanácsot a jövendőbeli zeneszerzőknek, hogy mindig meg kell tartani azokat a sémákat, hogy mondjuk a szomorú vagy érzésesebb hangvitelű zenékhez mondjuk a moll skálákat kell használni, a boldogabbhoz meg a durokat, vagy ezért ezzel lehet így játszani? Hát persze, hogy lehet játszani, de egyébként csak egy tanácsot tudok adni, aki filmzeneszerzésre adja a fejét, az egyrészt próbálja, ahogy az előbb mondtam, ne a legkézenfekvőbb és ne a legközhelyesebb zenei megoldásokat választani, lehetőleg a rendezővel egyetértésben, másrészt pedig szolgálja a filmet 100%-kal. Skosan. Tudni kell, egy alkalmazott zene. Ez nem az öntörvényűségről szól. Természetesen a zenei döntések azok a zeneszerzőjéhez, hiszen ha a rendező tudna dönteni, akkor ő csinálná a zenét. De mégiscsak arról van szó, hogy a zenének ez egy társasjáték. Rendező, operatőr, vágó, díszlet, jelmez, zeneszerző, színész, ta-ta-ta-ta. Ha ebből egy vacak, vége az egésznek. Ugyanúgy, mint a színházban. Társasjáték. Ebben a társasjátékban te egy elem vagy csak. Neked ezzel a sok összetevővel kell együtt lélegezni, együtt működni, és segíteni. Segíteni azt, hogy az minél jobb legyen az az alkotás, és minél komplexebb, minél sokszínű, minél izgalmasabb, és minél jobb. Ez a lényeg. Bocsáss meg, csak egyet hadd tegyek hozzá, hogy bármennyire ért egy rendező a zenéhez, és szerintem Laci is meg fog engem erősíteni ebben, ne adjon már tanácsot, hogy most durba vagy, molba vagy, mit szeretne. Írja le szöveggel a hangulatot, de nem biztos, hogy ilyen zenei instrukciót kell. Az persze, hogy szomorú legyen, vagy ilyen, vagy olyan, azt kell, de nehogy már ő mondja meg a zeneszerzőnek. Még a hát többnyire nem is mondja meg. Persze. Egy kicsit akkor átfogalmazom a kérdést, mert igazából mondjuk egy konkrét példára gondoltam, hogy mondjuk, hogyha egy teljesen európai filmbe egy olyan jellegű zenét írunk, amiben bőven használ mondjuk a zeneszerző ilyen harmonikus moll vagy arab skálát, hogy egy kicsit legyen keleti hangzása is, de azért nem dominál benne. Hogy ezzel mennyire lehet így elszórakozni? Hát annyira, amennyire a film engedi. Tudnék, hogyha én elkezdek mondjuk keleti irányba elmenni egy olyan filmbe, aminek semmi köze, tehát semmiféle utalás nincs rá, se a szereplők, se a környezet, se a... hát akkor az félrevezető. Akkor ugye elkezdünk valami keleti hangszerekkel, keleti skálákkal is dolgozni, akkor én majd várom nézőként értelemszerűen, ennek lesz valami értelme, ebből valami ki fog sülni. Aztán kiderül, hogy nem sül ki semmi, akkor elküldöm az anyjába a rendezőt, hogy mit szórakozik vele. Még csak nem is a zeneszerző. Tehát hát nyilvánvalóan éppen ez jó a kérdés, mindennek jelentősége van. Mindennek. Azért is kérdeztem, mert van egy svéd zenekar, akik az egyik számukban például Károly királyoknak a halálát éneklik meg azt, hogy megbukott az akkori királyság, és a többi. És érdekes módon, hogy az egyik részletében a zenének, egy visszatérő motívumban van egy ilyen arabos hangköz, és a mai napig nem tudtam rájönni, hogy ez a történet, ez hogy jön oda, ez a két-három hangnyi arabos hangzás. Hát a történetét kéne ismerni. Egyrészt, vagy pedig lehet, hogy ez csak egy zenei játék, de ez egy dal, ugye nem egy film. De viszont... Ez konkrétan egy dal, de mondjuk átgondoltam, hogy talán filmben is. Erről most eszembe jutott egy példa, egy rossz példa, hogy ugye egy időben, talán még most is, baromi nagy divatba jött ez az észak-skócia és az ír zenei hangzás. Ugye? Ezek a... nem jut eszembe. Furuja? Tessék? Furuja? Hát nem furuja, annak nem az, hanem a kaval, meg a különböző ilyen... hát ez a fajta ilyen kelta, ugye? De nevezzük ezt úgy... egy izébe kelta ősi zene, nagyon megható, nagyon-nagyon érzelmes, nagyon lélekhez szóló, és nem tudom micsoda,
És akkor, ha ugye megnézzük a izét, akkor azt mondjuk, hogy az indokolt volt annak a kis mitugrász Mel Gibsonnak, ugye, izét játszott egy ilyen skót klánnak a izé. Mi is volt a neve? Rettenthetetlen. A Rettenthetetlen. És csak egy picit komikus a pasi benne, de nekem, mert olyan kis, nem tudom, 160 centi, és olyan Rettenthetetlen. De egyébként ő is rendezte, és jól volt megcsinálva, tehát nem, tényleg nem akarok itt cikiskedni, csak a... Ezért. De mindesetre, hát ugye az ott a Skóciában játszódik, és hogyha nem tudom, az angolok ellen hogy harcolnak, és a szabadságuk is, az önállóság. Na most, amikor már a 35. filmben, aminek semmi köze, se Skóciához, se Írósz, se a keltákhoz, teljesen, de mivel hatásos, ugye, és mert szeretjük, meg megszoktuk, meg nem tudom, hogy már annyira sok helyen szerepelt, nem tudom, hogy hányszor használták ugyanezt, az égvilágos semmi köze, se a témához, se a körzet, mondom, semmihez. De amúgy jó példát adott, mert konkrétan ilyesmire gondoltam a kérdés ez, közben. Ez marhaság, ez ugye egy erről, ez a sztereotíp rutinból, szóval vegyünk elő egy ilyen, mert ez, a, ez ott pofa. Is úgy bevált. Jó tudod? Pofa. A jó pofa. Hát ezt használjuk ott, ahol ez hamis, hazug. Tehát akkor nincs értelme ilyeneket nem használni. Nem értelme nincs. Hazug. Hamis. Ugye, tehát egyszerűen miért is használok én? Hát persze lehet erre azt mondani, hogy legitim, hát végül is a zongorát is a Bach-hez kell használni, volt pedig tesz klavírral, és új hangszer volt még, és nem tudom, és azóta milyen karigú. De ez nem így van, mert ezek az európai és aztán az egyetemes kultúra hangszerkészletének a részei. Ezek meg speciális dolgok, ugye? Tehát ha elkezdek használni egy szitárt egy Zürichbe játszódó filmben, használhatok, mert a végén hoppá kiderül, hogy egy indiai menekültől lesz szó, aki Zürichbe húzza meg magát. Akkor igen. Na de ha nem, ha csak egy ilyen német, svájci német nyelven eljátszott film, ami nem tudom arról szól, hogy lejött a Alpesekből a izé, és a csajozik egyet, és aztán a sportkocsijával visszamegy, és a csaj öngyilkos lesz, majd a szomorú cserbe hagyta az alpesi hapsi, és nem tudom. Hát ott egy szitár, mi van? Szóval én így értem ezt, hogy nem lehet mindent a hatás kedvéért, mert hamis hazug. Én és a... most már elköszönnék. Rendben, köszönöm szépen. Igen, én szeretném megköszönni nagyon Lacinak, hogy itt voltál, és még arra szeretnélek kérni, hogy egy aláírást adjál nekünk, az itteni vendégeik aláírását. Nagyon szívesen. És nagyon-nagyon köszönjük mindannyian. Köszönöm szépen. Köszönöm, és mindenkinek sok sikert és kitartást ehhez a nem könnyű pályához. Így jó? Tökéletes. Hagytam köszönjük másnak szépen. Is nagyon jó. Köszönjük. Én is köszönöm a meghívást.